Mi magyarok. A homok atya, Almási László. Megszállottja volt a század előn a repülésnek, vagy, ahogy abban az időben mondták, az aviatikának. Túlélt két repülőgép balesetet, majd a népbíróság ítéletét is. A vasmagyei Borostyánkő várában született 1895-ben gazdag nemesi, földbirtokos család sarja. Édesapja Almási György is híres utazó volt, aki bejárta Ázsiát, és alapítótagja a Magyar Földrajzi Társaságnak. Almási László a nagy háborúban az olasz és az orosz fronton szolgált pilótaként. Az 1930-as évektől az egyiptomi kormány megbízásából feltérképezte a szaharát. Hat európai nyelvet, és több arab dialektust beszélt. A beduinok bíztak benne, ezért is volt sikeres utazó. A sivatagi emberek nem szívesen állnak szóba idegenekkel, Almásinak mégis segítettek, sőt, elnevezték Abu Ramlának, azaz a homok atyának. Így fedezhetett fel olyan barlangokat a szahara közepén, amelyek falaira zsiráfokat, gazellákat, pálmafákat, sőt, úszó embereket festett egy korábbi civilizáció. A második világháború kitörésekor, mint magyar állampolgárt kiutasították. Ismét magyar katona lett, de a német elhárítás kikérte a honvédvezérkartól. Több bravúros akciót hajtott végre Rommel megbízásából Észak-Afrikában az angol vonalak mögött. De bevetették a Krímben is. 1944-ben részt vett a budapesti zsidóság megmentésében. Róla mintázták a kilenc oszkárdíjat nyert angol beteg című film főhősét. A műben elhangzik Sebestyén Márta előadásában a Szerelem-Szerelem című magyar népdal. Almási László 1951-ben Salzburgban halt meg. Szobra az Érdi Magyar Földrajzi Múzeum kertjében látható. A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. készítette.